Menni vagy maradni címmel tartott fórumot Dombóváron Kiszeli Zoltán politológus. A rendezvényt Futó Péter, a CÖF helyi szervezetének vezetője kezdeményezte azzal a céllal, hogy a helyi közösség hiteles tájékoztatást kapjon az aktuális európai és magyarországi politikai helyzetről. Elmúlt évben is, illetve a korábbi években is többször tartottunk ilyen rendezvényt. Tavaly évben vendégünk volt Szentesi Zöldi László, aki szintén egy nagy sikerű előadást tartott itt a dombóvári polgárok számára. Több témát is érintettek a párbeszéd folyamán, így az ideológia által vezérelt gazdaság következményeit, a németországi politikai hatásokat, valamint Európa és Magyarország helyzetéről is megosztották véleményüket, gondolataikat a hallgatósággal. A 100 éves évforduló kapcsán a trianoni békediktátum aktualitásáról a következőket mondta Kiszeli Zoltán. Igazából mindenért keményen meg kell dolgoznunk. Azt látjuk, hogy az Európai Unió egy keretet ad a trianoni békediktátum békés túlhaladására, hogy például a Schengeni övezeten belül nincsenek határok, és hát sikerül olyan eszközöket igénybe vennünk, amelyekkel rákényszerítjük a szomszédos országokat, hogy az ott élő magyaroknak biztosítsák a jogaikat, illetve azt is látjuk, hogy a mostani békés helyzetben Magyarország erősödik, és a polgári kormány egy olyan politikát folytat, amelyben a pénz már nem áramlik ki Magyarországról. A kommunikációban legtöbbet hallatott kérdéskörről a migrációs problémáról és a múlt év végétől hangsúlyos klímaváltozásról is elmondta véleményét. Egyértelműen kijelentette, hogy mindkettő fontos az európai polgárok számára, de nem ezek a legfontosabbak. Az embereket a megélhetésük, a lakhatásuk, a munkába járásuk, az egészségük és az oktatás problémáinak megoldása érdekli leginkább. Csak ezek után következik a közbiztonság és a klímaváltozás. Azok az országok, amelyek együttműködnek Magyarországgal, jól járnak, amelyek viszont nem működnek együtt Magyarországgal, azok konfliktusra számíthatnak. Látjuk Románia és Ukrajna esetében, hogy Magyarország kiáll a határon túli magyarokért, és ki követeli azokat a jogokat, amelyek az ott élő magyaroknak garantáltak. Így lehet szerintem túlhaladni Trianont, hogy egy erős Magyarország, a magyar nyelv, a magyar gazdaság visszaintegrálja a Kárpát-medencét. A klímaváltozást nem szabad tagadni, változik a klíma, az emberi tevékenység nyilván hat a környezetre, ez vitathatatlan. Azonban, hogy a klímahisztéria lenne a legfontosabb problémánk, ezt valóban érdemes megkérdőjelezni. A klímahisztériát a nyugati mainstream elit azért használta az európai választás előtt, hogy ne a migrációról kelljen beszélni. És tudom, hogy Magyarországon ez hihetetlen, de Nyugat-Európában és Amerikában van egyfajta lecsúszás. Nem hozzánk képest, meg a szomáliai éhezőkhöz képest, hanem a saját szüleik, nagyszüleik vagy Angliájához, Németországához képest, és erről is el kell terelni a figyelmet, az átlag nyugat-európai, a globalizáció vesztese. A munkahelyek Kínába vándorolnak, a vendégmunkások, migránsok meg hozzájuk, egyre kevesebb pénzből egyre több embert kell eltartaniuk, és hát ez az életszínvonal rovására megy. A helyi szervezet folytatja a fórumok szervezését, a jövőben tervezik újabb neves szakértők meghívását.